Valaki eljön és megnézi a képeket, azt látja, hogy alapvetően ezek természetképek. Mindenképpen a természetből, a tájból indulok ki, és az egészen a nagyon közeli, közvetlen környezetünktől, egészen a kozmikus holttájképekig látnak munkákat, de mögötte egy nagyon módszeres tájértelmezés, új típusú 21. századi tájfestészet, illetve tájértelmezési gondolat húzódik meg, és valójában ezt egyszer úgy elemeztem ki magamnak, hogy nyilván nagyon nagy hatást gyakorolt rám a gyerekkorom, amit vidéken töltöttem. Ajakon nőttem föl, Kisvárától ez 3-4 kilométerre egy akkoriban kis falu volt, most már kisváros. És gyakorlatilag nagyon sokat voltam a természetben, akár az erdőben, akár a szőlőskertben édesapámmal, úgyhogy mindenképpen egy nagyon, nagyon közeli kapcsolatom alakult ki. Testi kapcsolatom alakult ki a természettel, ami mai napig megvan, és mai napig is egészen különleges kapcsolatom van a természettel. Hogyha valaki ennyire közeli kapcsolatban van a természettel, akkor azért általában színes képeket szokott festeni, most mégsem ezeket látunk itt. Mi ennek az oka? Korábbi munkáimnál 2000-es évek elején nagyméretű olajvászonképeket festettem. Nagyjából 2003-2004 felé kezdtem módszeresen foglalkozni úgy mondtam magamnak, hogy festőrajz újraértelmezésével. Gyakorlatilag hagyományos, nagyon hagyományos, a legősibb technikához nyúltam vissza a szén és papírhoz, azon belül is maga az égetett szénhez. Az annyira ősi technika, hogy gyakorlatilag az ősembere ezzel az eszközzel, amikor kikaparta a tűzből a faágacskát, ezzel hagyott nyomot a barlang falán. És mai napig a különböző művészeti egyetemeken gyakorlatilag a stúdium rajzolásra használják az égetett szenet. És én ez volt az első eszköz, amit elkezdtem használni, és egyre nagyobb és nagyobb méretben rajzoltam égetett szénnel. És a célom az volt, hogy ezt az ősi technikát úgymond a magyar viszonylatban alapvetően a rajzot mindig egyfajta ilyen stúdiumnak, egyfajta előképnek, valamilyen magasztosabb festménynek az előképének gondolják az emberek, holott a rajz önállóan egy nagyon izgalmas műfaj. És gyakorlatilag a méretnöveléssel az volt a célom, hogy elérjem azt, hogy a rajz egy önálló identitásként kezdjen működni az egész életművem belül. És nagyjából 2005-től módszeresen szénnel foglalkozom, szénrajzokat, ceruzarajzokat készítek, és hát egyre nagyobb méretekben. Éppen most van Pekingben egy kiállításunk, ahol egy 15 méteres falon egy nagyméretű installációm van, és ott a egybefüggő legnagyobb rajzom az 4 méter 80 cm, és 2,5 méter magas. Azért egy ilyen hatalmas méretű képet elkészíteni több szempontból is érdekes. Milyen tér kell ennek az elkészítéséhez, illetve mennyi idő? Mögöttem van egy nagyobb, meg egy kisebb munka, hát egy egybefüggő egység, és a nagyobb munka az úgy emlékszem, 195 centi körül van a magassága, és 170 centi körül, vagy 160 centi körül van a szélessége. Hát úgy tudtam mondani, hogy ez a méret az, amivel úgy egy hónapot foglalkozom. Most ebből a nettó idő, amit közvetlenül papír és a szén társaságából töltök, ez általában lehet, hogy 2,5-3 hét, vagy lehet, hogy még annál kevesebb is. De hogy minden egyes ilyen munka nagyon komoly előkészülettel jár. Úgyhogy alapvetően programokat építek fel. És mondjuk itt a kiállításon, itt most a nyíregyházi kiállításon, nagyjából az elmúlt 4-5 évnek a programjából láthat a látogató egyfajta válogatást, de arra az volt a fő cél, hogy egyrészt a Bolás Józsefnek a munkájával, illetve a Szikora Tamás munkájával is közösen jól működjön a kiállítás, és ezt már a Józseffel lehatároztuk, amikor a kiállítás közvetlen előképét terveztük, hogy szeretnénk vegyíteni az anyagot, úgymond, hogy egyfajta ilyen egymásra hatások jönnek létre. Ez egyfajta büszkeség is lehet akkor szerintem, ahogy ez a hatalmas méretű kép is. Mi az, amire még nagyon büszke? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Talán a családomra vagyok leginkább büszke. Van két gyönyörű lányom, meg egy gyönyörű feleségem, de hogy alapvetően művészeti szempontból
talán a programra. Szóval azt gondolom, hogy alapvetően egy életmű az egy mű, amin folyamatosan dolgozunk. És azt szoktam mondani, hogy az a jó életmű, amikor gyakorlatilag bármikor készült darabjait, akár egy mondjuk egy 2000-ben készült darabot, össze tudok vegyíteni mondjuk egy 2019-ben készült darabban. És ezek folyamatosan minőségben megállják egymás mellett a helyet, illetve van közöttük kapcsolat. Mert egy művész egy élete során egy gondolatot visz végig. És ez a gondolat ez folyamatosan csak élődik, ahogyan a művész az életpálya során egyre érettebbé és érettebbé válik. És most az elmúlt 15 évben a rajzzal foglalkozom nagyon, és most ez a pekingi kiállítás, amit korábban egy szingapúri kiállítás előzött meg, ez egy 42 művészt bemutató nemzetközi kiállítás, Dél-Amerikától Ausztráliáig vannak művészek, és azért vagyok rá nagyon büszke, mert gyakorlatilag a legfrissebb rajzi tendenciákat mutatja meg a világon. És ez egyfajta ilyen keresztmetszet. És egyre több ilyen rajzi meghívást kapok, és igazából a kortárs rajz újra dimenzionálása, újraértékelése az, ami nekem egyfajta ilyen cél, egyfajta missziónak is tekinthető, és emiatt nagyon sokat dolgozom ezen a bizonyos rajzi programon.